shuffle, kickback type of a game called the Kansas City Shuffle. Where you look left, they fall right into a Kansas City Shuffle. Most tényleg egy mini bemutató lesz, hiszen az Alone in the Dark legújabb kiadásának történetéről egyrészt spoilermentesen rendkívül nehéz lenne beszélni, másrészt a játék önmagában sem tartalmaz olyan mélységet és sokrétűséget, ami indokolna egy disszertációt. 1992-ben jelent meg az Alone in the Dark, ami a túlélő horror műfaj égköve lett. Ebben az időben tulajdonképpen versenytárs nélkül állt a piacon, és sajnos a sikerén felbuzdulva az idő során próbáltak a borzalmasnál is borzalmasabb folytatásokat készíteni hozzá, és még Uwe Boll is úgy döntött, hogy készít hozzá egy filmet, amivel azt gondolom kellőképpen sikerült a címet tisztességesen lejáratni. Viszont itt meg is állnék, ugyanis az Alone in the Dark 1992-es részéről már készült a YouTube-ra bemutató, méghozzá zseniális minőségben. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy amit itt a YouTube-on csinálok, abban nagyban inspirált az Otherworld mellett Balázs Bálint, alias Éjjeli Vakond, akinek a csatornáján megtaláljátok az imént említett videót, a linket a leírásba teszem. Ugyan a videózás teljesen érthető okok miatt abba hagyta, és az utána maradt űrt azóta sem tudta senki sem kitölteni, mégis azt gondolom a bemutató, amit elkészített, teljes mértékben körüljárja a témát. A 2024-es Alone in the Dark már a sokadik próbálkozásként akarja újra elhozni a monitorunkra, amit 32 évvel ezelőtt lehetősége volt a játékosoknak átélni. Ám szerencsénkre nem egy erőltetett folytatást, hanem a már meglévő alapokat újra felhasználva tulajdonképpen egy ki nem mondott remake-et kapunk. A történetet felrázták és megkeverték, eredetileg Jeremy Hartwood gyanús öngyilkossága miatt kezdünk el nyomozni 1924-ben, és két választható főszereplő más megközelítésből járja végig a történetet, amely a Dersitó nevű kastély padlásán lévő zongora megtalálására fókuszál. A jelen bemutató tárgyát képező Alone in the Dark esetében sincs ez másképp, mindössze apró változások mutatják, hogy nem egy az egyben másolata az eredeti történetnek. Most is az 1920-as években járunk, a főszereplőnk pedig Emily Hartwood, akit Jodie Comer alakít, valamint Edward Carnby, David Harbour képében. Nos, az ő kettejük színészi képességei mentik meg a játékot attól, hogy egyáltalán képes voltam végigjátszani a darabot, és nem fulladt teljes unalomba az egész, de ne rohanjunk ennyire előre. Dersitó adja a helyszínt, ami immáron nem egy kastély, hanem egy mentális betegségekkel foglalkozó bentlakásos intézmény. Jeremy Hartwood, a főszereplőnk Emily Hartwood unokahúga még életben van, legalábbis úgy tudjuk, hogy nem halt meg, mindössze nyoma veszett. Mivel nagyon furcsa a ködös információkat kapott, Emily felbérelt egy detektívet, akivel meg is érkeznek ebbe az intézménybe. A történet ezen pontján kapjuk meg az irányítást, és itt kell eldönteni, hogy Emilyvel vagy Edwarddal játszunk. Mivel mindkét szereplővel a történet végére jutottam, teljes magabiztossággal állíthatom, hogy a történetírók ezt a játékot Emilyre írták, és kizárólag akkor lesz érthető a történet, ha vele jutunk el a történet végéig. Ez viszont nem mondható el Edwardra, hiszen ha elsőként vele jutunk el a stáblistáig, akkor rengeteg kérdőjel marad az emberben, és inkább idegesítő kérdőjelek, mint elgondolkodtatóak. Ez a sztori Emilyről és Jeremyről szól, Edward csak úgymond egy felbérelt kolonc. Ez idáig tiszta sor, no, de azért Edwardra is lehetett volna legalább olyan érdekes narratívát írni, mint Emilyre. És tudom, hogy sokat rugózok rajta, de könyörgöm. Ez egy 6 óra alatt végigvihető játék, amit úgy hirdetnek, hogy ez inkább 6x2, hiszen ott a másik karakter is, de ez így nem állja meg a helyét. Szerencsébre Emilyvel kezdtem, és az ő szemszögéből ez egy nagyon érdekes pszichotriller, de a horror címkét lehagynám róla. Számomra nem volt egyáltalán ijesztő vagy hátborzongató. Az atmoszféra nagyon jó, de nem a horror értelemben, sokkal inkább egy melankólikus, sokszor az ember agyát is piszkáló jelenetekkel, néha zavarba ejtő részekkel. A játékmenet egy nagy nyomozás köré épül, így a természeténél fogva azt csináljuk, amit ilyenkor szoktunk. Minden alá benézünk, mindent megfogunk, amit csak lehet, felveszünk és párosítunk, fejtörőket oldunk meg, és rengeteget, tényleg iszonyú sokat mászkálunk Death Ritóban. Amit valamiért úgy építettek meg, hogy sokkal inkább emlékeztessen egy labirintusra, mint egy lakóépületre. Végül is a játék végére már ismertem a járást, de az első 5 óra alatt azért néha már szentségeltem. Főleg az, amikor a játék kiírja egy ajtóra, hogy blokkolva van, és ott nem tudunk átjutni. Indokolva mindezt azzal, hogy az ajtó előtt valaki keresztbe tett egy seprűt. Említhetném még az ajtó alá szorult törmelékdarabot, amit sehogy máshogy nem tudunk onnan kipiszkálni, csak egy dedikáltan arra kitalált peckelővel. Az a baj, hogy ez apróságnak tűnhet, ám szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy ha egy játékban a logikai láncolat elhasal,
akkor az nagyban lerontja az élvezhetőséget, engem legalábbis teljesen taszít az ilyesmi. Főleg azért, mert ez nem egy sci-fi vagy fantasy. Nyomozás közben számokat kell párosítani, képeket kirakni, hiányzó tárgyakat megtalálni, aztán a helyére rakni, leveleket, feljegyzéseket olvasgatni, amikből széfekhez a kombinációt ki lehet ragadni, de egy olyat sem tudok mondani, ami kifejezetten logikus lett volna. Valamennyi borzasztó egyszerű, mármint értem én, hogy nem lehet túl nehéz, mert az is baj, de itt azért voltak olyan megoldások, hogy azért nem tudtam megoldani, mert nem akartam elhinni, hogy ennyire egyszerű legyen. A történet egy pontján elkezdünk használni egy talizmánt, amit az imént említett fejtörők megoldásával tudunk a megfelelő helyzetbe állítani, illetve az abban lévő számsort kirakni, így pedig egy másik valóságba, illetve világba jutunk, ahol rémálomszerű lényekkel kell harcolni. Nem tudok szebben fogalmazni, a játék leghülyébb pillanatai ezek. A kitérés gomb nyomkodása sérthetetlenné tesz minket, ettől pedig a félelmetesnek szánt üldözős részek minden esetben triviálissá válnak. Pisztollyal, sötétes puskával, később dobtáras gépfegyverrel is lehet harcolni, de az igazi kriptonitot a szörnyek ellen a pályán egyszer használatos eldobható tárgyak jelentik, valamint a pár ütéstől a kezünkből elszublimáló közelharci fegyverek. Viszont mindettől eltekintve a játék rengeteg érdemmel rendelkezik, és a legfontosabb ezek közül a látvány. Nekem nagyon tetszett az összkép, amit láttam. Aprólékosan megalkották a szobákat, szépen minden egyes csempe úgy csillog, mint a friss lenne felmosfám, az egész összkép nagyon szép képet mutat. Nagyon igényesen megépítették a pályát, persze én is tudom, hogy egy ilyen zárt pályaszerkezetben ez alapvető, de akkor is szerintem magáért beszél az összkép. Nagyon sokszor éreztem a Twin Peaks-et a levegőben, és szerintem ez nem véletlen. A zenék legalábbis nagyon erősen hajaznak rá. Amikor átcsöppenünk egy látomásba, minden esetben gyönyörű látvány fogadott. Nekem határozottan az első világháborús árokrendszer tetszett a legjobban. Ott azért nagyon erős képeket mutat a játék, és kicsit bánkódtam is rajta, hogy miért nem tudott ilyen lenni mindenhol a játék, ahol a hangulat, a zene, a látvány olyan koherens egészet alkot, aminek okán lélegzett visszafojtva ültem a tévé előtt. Ez nem mondható el a lényekre, amelyek ránk törnek. Értem én a Lovecrafti áthallást, de nem azért szeretük meg az írót, amit itt látunk. Hörögnek, meg csoszognak, de mint mondtam, nagyon könnyen kijátszhatóak. Ami kicsit tudja borzolni az ember idegeit, vagy próbál ijesztő lenni és tud is némely esetben, az az, amikor a játékos is kétségek között ül, hogy most a valóságot látja, vagy Emily álmát, esetleg ez egy másik világ, ahova átléptünk. Ezek nagyon jól működnek, hiszen én magam is kételkedtem sokszor abban, hogy pontosan kik is vagyunk mi. Ha van köztetek olyan, aki látta már a Viharsziget című filmet, akkor annak ez nagyon gyanúsan hasonló történet lesz. Egyébként, amikor a játék végére értem, nem egy kommersz élmény maradt bennem. Végső soron a történet kellően bonyolult és kezekusza lett, hogy fenntartsa az érdeklődésem. Ha könyvben olvastam volna, azt mondanám, hogy közepes. Filmben egyszer nézős. Játék esetében pedig az a 10 óra, kb. 6 óra Emilyvel, 4 óra pedig Edwarddal nem is volt olyan rossz. Az Alone in the Dark legújabb része egy ódivatú játék, de azt a bájt vagy hangulati érzést nem tudja átadni. De ez lehetséges, hogy nem is baj, továbbra is marad a trónon a 92-es változat, aminek ugyan a poligon grafikája mai szemmel már nem befogadható, ám itt a gondolataim között egy félelmetes és gyönyörű játék maradt. Minden esetre én köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsetek el feliratkozni, megnyomni a csengőt, ha tetszett a videó, nyomjátok meg a lájkot, ha nem tetszett, nyomjátok meg a diszlájkot, és ne felejtsétek, legközelebb találkozunk. Sziasztok!